Sziasztok mindenkit, üdvözlök, elérkeztünk ismételten egy túlárazott PC-hez, ráadásul egy brutálisan túlárazott PC-hez, ami egészen konkrétan 1.300.000 forintba kerül. Tehát ha már azt a 300.000 forintot megnézzük, már abból az árból is egy igen komoly PC-t lehet összetenni. Ha szakszerűen tesszük meg, ha arra törekszünk, hogy a teljesítmény is nőjön, ne csak az árcímke. Na de hát már megszokhattuk, hogy erre a boltok fittyet hánynak, hogy ne csak az árcímke növekedjen, miért is tennék, hiszen nekik abból van a busás bevétel. Itt a PC, itt vannak az adatok. Ilyen árból elég csak azt megnéznünk, hogy kiszúrják a szemünket egy 600 wattos tápegységgel, le se írják, hogy milyen, legalább egy 80 plusz gold, vagy egy mezei 80 pluszos 10.000 forintos táp nem derül ki, de lényegtelen, egy Cooler Master ház. Szerencsére mondanám, de hát ilyen árból belekerült egy GTX 1080 Ti, de természetesen a legbénább referencia modell, véletlenül sem egy jól hűtött Custom OC változat. Háttértárnál kiakadhat a szemünk 4 terabyte SSD. Hát, aki úgy gondolja, hogy megengedi magának azt a luxust, hogy 4 terabyte-os SSD-t használjon szimplán háttértárnak, véletlenül sem 1 terabyte-osat, vagy 2-t, nem, mindjárt 4 terabyte-osat, azt szerintem nem ilyen PC-t fog összeállítani, kb. A világ legjobb PC-re fog törekedni minden téren, mert minek oda az a 4 terabyte SSD. A rendszer és a programok jóval kisebb tárhelyre is ráférnek, hogy jó gyorsak legyenek, egyébként meg fölösleges, főleg úgy, hogy a többi alkatrész meg, hát azért mondjuk, bele lehetett volna képzelni ebbe a gépbe egy Intel Core i9-es processzort is, valami 200.000 forintos vízhűtéssel, aztán szar tuningoljuk egy GTX 1080 Ti SLI vagy Quad SLI-t is, akkor gondolnék el ilyen luxust, hogy 4 terabyte-os SSD-vel fogom kalkulálni a konfigomat. De ehelyett egy mezei Intel Core i7 7700-as processzor került a gépbe, és nyilván egy hozzá megfelelő alaplap. Na most könnyen elképzelhető az, hogy aki nem ért hozzá, az úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó gamer PC, megéri az árát, vagy azért ilyen drága, mert itt már olyan nagy luxust kapunk, olyan felszereltséget, hogy ez már ennyibe kerül, pedig higgyétek el, hogy ennél jobb PC-t ki lehet hozni ennek az árnak a feléből, vagy kevesebb a feléből, attól függ, hogy nézzük, gamer teljesítményt ki lehet hozni jobbat az ár fele alatt. Tehát nem 1.300.000-ből, hanem már 600.000 forint alatt is ki lehet hozni kényelmesen egy ennél jobb gamer PC-t. Attól függ, hogy kalkulálunk, mennyivel legyen ennél jobb. De minden esetre én ezt megtettem nektek, úgyhogy nézzük is meg, hogy hogyan jövünk ki az árból egy ennél jobb PC-vel. Processzornak én már az Intel Core i7 7700K-t választottam ki, durván 93.000 forinttól kezdődik. Ugye annyi a különbség a sima és a K-s processzor között, hogy ez már alapból magasabb órajelen megy, tehát már komolyabb teljesítménnyel bír. Míg az Intel Core i7 7700K alapon 3,6, turbó szinten 4,2, addig a K-s változat alapon 4,2 turbó szinten 4,5 GHz-en megy, tehát nem elhanyagolható. Ráadásul a K-s processzor egy custom hűtővel kényelmesen még tovább tuningolható, akár 5 GHz-ig is. Lehet jó custom hűtőt olcsón is kapni 12 cm-es ventivel, részhőelvezetéssel, Arctic Freeze i32 már 9000 forinttól kapható. Alaplap egy minőségi Gigabyte lap, Z270 Gaming K3, 37.000 forinttól kezdődik. Ez egy tuningos lap, támogatja magas memória órajeleket. Tényleg ezzel a lappal egy igazi gamer konfigunk, egy gamer alaplapunk lesz, ami bármit tűr, amit egy jó alaplapnak tűrnie kell. Ebben memóriának G.Skill 16 GB, 208 GB, 3200 MHz-es. Láthattuk a konfignál, hogy ott 2400-asat tettek bele, viszont 64 GB RAM-ot. Hát az körülbelül arra jó, hogy kipakoljuk az összes memória foglalatot, nagyon opcionális haszna nincsen. Ugye a játékoknak untig elég a 16 GB RAM,
játékoknak előnyösebb a 3200 MHz a 2400-assal szemben. Tehát a gyakorlatban úgy jövünk ki, hogy így lesz jobb a számítógépünk, mert fölöslegesen van ott még több RAM mennyiség, ha egyszerűen nem használja ki a videójáték. A magasabb memória óráját viszont nem számottevően, de ilyen 4-5 FPS erejéig mindenféleképpen ki fogja tudni használni a játék is. Tehát ráköltetünk 500 000 forintot csak a RAM-okra, tekintve a mostani árcímkéjüket, hogy legyen 64 GB RAM-unk, de nem fogja megérni ennyi pénzből, sőt kevesebből berakhatnánk inkább még egy videókártyát SLI-be 1080 Ti alatt. Én most ezt nem tettem meg, mert most nem az a célom, hogy kétszer-háromszor erősebb számítógépet kihozzak ennél, hanem egy picikét azért erősebb PC-t és sokkal kedvezőbb áron hozzam ki. Ugye említettem a tárhelyet, úgy oldanám meg, hogy először is vennék egy 3 terabájtos gyors merevlemezt, ugye a játékoknak és egyéb dolgoknak, amik a nem gyors rendszerfuttatáshoz kellenek, majd a Windowsnak és szerintem az összes program el fog férni egy 500 GB-os nagyon minőségi és gyors SSD-n. Így lényegében nem fogunk mondhatni semmiféle hátrányt szenvedni azzal szemben, hogy nem egy 4 terabájtos SSD-t teszünk a gépbe, azonban a rendszer ugyanúgy gyors lesz, a programok ugyanúgy gyorsak lesznek ezen az SSD-n. A nagy adathalmaz meg bőven tárolhatjuk egy 7002-es HDD-n. Egyébként sokszor a boltban meg azt mondják, hogy ne, ott van neked az 5004-es HDD, a nagy tárhely kell, az meg egy sokkal lassabb és sokkal lomhább. Tápnak egy minőségi tápot választottam egy tuningos konfighoz. Az előre összerakott PC az nem tuningos konfig, itt viszont egy Evegia Supernova 650GQ 80 plusz Gold táp került bele. Ez a táp mindent el fog tűrni, szénné hajthatod vele a processzort vagy a videókártyát, egy ilyen tápnak nem fog gondot okozni. Gépháznak az Alman Z11 Neo-t választottam ki, szerintem jobban is néz ki, mint az előre összerakott konfignak, az Nvidia-s Cooler Master háza. Gépház szubjektív is, objektíven az egyik legminőségibb gépház 20.000 forint alatt, tehát itt minden megvan, a szellőzés, a plexi oldallap, a HDD-knek kialakított hely, ugye a kényelmes helyre gondolok, SSD-nek, kábelmenedzsment, tehát gyakorlatilag mindenféle felszereltsége megvan már egy ilyen gépháznak, tekintve a minőségi anyaghasználatot is. És végül a videókártya, én nem egy referencia GTX 1080 Ti-t választottam, hanem egy nála erősebb OC-zott MSI GTX 1080 Ti-t. Nyilvánvalóan az OC-zott modell nagyobb teljesítménnyel bír, mivel magasabb órajelem egy alapból. Ezen felül a custom hűtő sokkal jobb, mint az Nvidia-nak a referencia hűtője, így megfelelő program használatával még tovább lehet tuningolni a videókártyát, annélkül, hogy az verdesné a 100 fokot. A MSI hűtő már elég jó ahhoz, hogy még tovább tornásszuk fel a videókártya órajelét. Tehát kaptunk egy jobb processzort, egy jobb videókártyát, amit még lehet tuningolni mindkét esetben, egy gyorsabb RAM-ot, amit a játékok kihasználnak, ellentétben a 2400-as 64 GB RAM-mal, jobb tápot, levettük a fölösleges túlárazásokat, például a 4 terabájtos csillagászati áron kapható SSD-t, kaptunk custom processzorhűtőt, tehát összességében egy jobb konfigot kaptunk, és végösszegnek 573.000 forintra jöttünk ki. Tehát szerintem azért nagyon nem mindegy, hogy most 1,3 millió vagy 573.000. Egyébként nagyon jellemző, hogy ilyenkor már könnyű elcsúszni az árral. Aki már ilyen 500-600.000 forintból tervez PC-t, nagyon könnyen belecsúszik túlárazásokba, még akkor is, hogyha maga szeretné összeállítani a számítógépet. Nem ritka, hogy akik ilyen PC-t kérnek tőlem privátban, azoknak mindig több 10.000 forintot tudok spórolni, úgyhogy teljesítmény az nem romlik, esetleg még nő. Itt már vannak olyan túlárazások, hogy nagyon könnyen bebukja az ember. Ritka esetekben, ahogy videó is készült belőle, akár még ilyen 100.000 forintot is meg lehet spórolni ügyesen, könnyen, és még így is egy nagyon minőségi és egy jobb konfigot fog kapni az érdeklődő. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!